Lassan 30 éve. 1989 óta ünnepeljük január 22-én a Magyar Kultúra Napját. A dátum a himnusz megszületésének állít emléket. Ugyanis 1823-ban ezen a napon tisztázta le Kölcsey Ferenc a legnagyobb hatású versének kéziratát. Ez alkalomból minden évben színes kulturális műsorral készül a Nagyatádi Művelődési Központ. Aztán majd elpirulsz, lenézel a földre, és kacagunk hangosan, hogy szomszédunkban a szótlan, komoly napszámosokhoz is behallik. És fáradt, összetört álmokban, majd elmosolyodnak ők is. A műsor szerves részét alkották a dalok és a versek. A Dériné Vándor Színház tagjai egyebek között József Attila verseivel ünnepelték a Magyar Kultúra Napját. De felcsendültek Bródy János szerzeményei is. Egyúttal dalainak feldolgozásával emlékeztek meg Cseh Tamásról. Ő éppen 75. születésnapját ünnepelte volna ezen a napon. De szó jó, csönd vagyok, csönded vagyok. Ha rám így kedved van, maradhatok. Ülhetsz csak tűrve, hogy dal nem dicsér. Se jel, se láb, csak csönd, mely égig ér. Ülhetsz csak tűrve, hogy dal nem dicsér. Se jel, se láb, csak csönd, mely égig ér. S folytatom, mit vagyok, mit nem neked. Ha várnál lángot, az nem leheted. Fölébe hajolj, lásd, hamu vagyok. Belőlem csak jövőd jósolhatod. A polgármester nyitóbeszédében hangsúlyozta, a társadalom egészének fontos feladata, hogy segítsen mindenkit szabadon hozzájutni a kulturális kincsekhez. Vannak olyanok, voltak is és lesznek is, akiknek segíteni kell abban, hogy hozzáférjenek ehhez a kincshez, ehhez az értékhez. Akik valamilyen oknál fogva nem férnek hozzá, nehezen teszik magukévá. Valami miatt szociális helyzetük, élethelyzetük, képességeik, bármi miatt nekik segíteni kell, hiszen azt mondtam, hogy mindenkié, akkor azoké is, akik nem természetes módon férnek hozzá. Ez az egyik legfontosabb célja a Magyar Kultúra Napjának. És mi más segítené jobban a kultúra elérésében az embereket, mint a zene és a tánc? András szerint jó alkalom ez arra, hogy a város lakói összegyűljenek, és együtt töltsenek egy kis időt, hogy olyat láthassanak, ami kicsit elüt attól, amit a tévé kínál nap mint nap. Ütés szempontjából nagyon is jó dolog. Szerintem kiskorban el kéne kezdeni mindenkinek legalább zenélni, táncolni, énekelni, olvasni, írni, festeni. Az élőzenekarral kifejezetten jobb hangulatú a fellépés, és ugye az egész program. Nagyobb volument ad neki, lelke van a színpadnak. Ezzel a nézők is egyetértettek. Olyannyira, hogy akadt, aki egy-egy könycseppet is elmorzsolt. Csodálatos volt minden. Ezek a táncosok, ezek a fiúk, a nagyobb fiúk, hát úgy szeretnék megölelni egyet közülük, de hát eltűntek. A picikék is tündériek voltak, olyan édesek voltak. Én most is a könnyeimmel küszködök, hogy úgy meghatott ez a műsor, hogy ki fognak nevetni, hogy én ezen sírok. De annyira gyönyörű szép volt. Én elfáradtam, mert nekem a lábam járt egész végig a műsor alatt, ahogy táncoltak. A fiatalabbak új koreográfiával készültek a műsorra. Láthatóan jól érezték magukat a színpadon. Érzés volt fölé.
Ez egy csodálatos érzés. Mindig, amikor színpadra lép az ember egy-egy tánccal, egy-egy koreográfiával, csodálatos dolog föllépni. A táncunkról annyit kell tudni, hogy ez egy premier volt. Most mutattuk be először nagy közönség előtt ezt a csángó táncot. Emberek így egy picit ismerkedhetnek a magyar alapokkal, tehát a gyökereiket meg tudják ismerni. Akadt műsorszám, amiben a népi motívumok modern elemekkel találkoztak. Ezzel bizonyítva, hogy a kettő bizony jól megfér egymás mellett. Nagyon tetszett a műsor, nagyon színvonalas volt, még sokáig elnéztük volna őket. Már minden fellépő nagyon jó szerepelt, nagyon tetszett az a műsor. Nem csak a nézők, de a kulturális központ igazgatója is elégedett volt az est sikerével. A kultúra napja az egyik legszebb ünnep intézményünk számára, ezzel indul a kulturális évad. Ezt a napot mi minden alkalommal munkával ünnepeljük, az intézmény jellegéből adódóan így volt ez alkalommal is. Néhány perccel ezelőtt itt a kulisszák mögött szurkoltunk még a program sikeréért, de úgy látom, hogy a közönség nagyon jól fogadta ezt az együttműködésre alapuló programot. Az este nem ért véget a műsor zárásával. A művelődési ház aulájában a Bojtorján zenekar várt a táncházba a parkett ördögeit.